Kezdjük csokolom, jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció mai online sajtótájékoztatóján. A DK rengeteg állampolgári bejelentést kapott arról az elmúlt egy hétben, hogy már 4 napra növekedett a koronavírus tesztek kiértékelésének az ideje. Ez azt jelenti, hogy hiába lehet papíron 2-48 óra különbséggel elvégzett negatív teszttel szabadulni a házi karanténból, a gyakorlatban ez lehetetlen az elégtelen állami tesztkapacitás miatt. Ez azonban csak a probléma egyik fele. A hozzánk érkezett bejelentések alapján ugyanis 4 napos csúszás van a kontaktszemélyek tesztelésében is. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi állami tesztelés kapacitás hiánya nem csak a házi karantén kiváltását teszi lehetetlenné, hanem súlyos járványügyi kockázatot is jelent. A Demokratikus Koalíció szerint felelőtlen és veszélyes, hogy a kormány csak 4 napos csúszással képes elvégeztetni a koronavírus teszteket. Ingyenessé kell tenni a koronavírus tesztet minden társadalombiztosítással rendelkező magyar állampolgár számára, közben pedig meg kell növelni az állami tesztkapacitást és fel kell gyorsítani a tesztelés folyamatát. Itt volt a nyár, mégsem történt semmi. A DK szerint elszomorító, hogy az Orbán kormány egy ennyire egyszerű és előrelátható problémára is képtelen volt felkészülni. Nekünk, európai magyaroknak is jogunk van ahhoz, hogy időben teszteljenek minket, akár igazolt fertőzöttel találkoztunk, akár tüneteink vannak, akár a házi karanténból szeretnénk kiszabadulni. Megengedhetetlen, hogy egy világjárvány kellős közepén a kormányunk arra is képtelen legyen, hogy megszervezze a gyors állami tesztelést, méghozzá annak ellenére, hogy nálunk végzik a legkevesebb tesztet egész Európában. Az ember azt gondolná, hogy ha 1000 főre vetítve Magyarországon végzik a legkevesebb tesztet az egész EU-ban, akkor legalább ez gyorsan történik. Ennek viszont sajnos pont az ellenkezője igaz, márpedig ha igaz, amit a szakértők állítanak, és a fertőzöttek száma 4 naponta akár meg is duplázódhat, akkor nem kell matematikusnak lenni ahhoz, hogy lássuk, matematikailag kizárt, hogy a kormány időben megtalálja a fertőzötteket és azok megfertőzött kontaktjait. Ha a szakértők várakozásai és előrejelzései igazak, akkor a kormány ólomlábakon kullog az események után, ez a késés pedig a járvány folyamatos további terjedéséhez vezet, hiszen maga az állam képtelen kiszűrni és házi karanténba küldeni a fertőzötteket. Még egyszer szeretném mondani, tehát a Demokratikus Koalíció szerint ingyenessé kell tenni a koronavírus tesztet minden társadalombiztosítással rendelkező magyar állampolgár számára, közben pedig meg kell növelni az állami tesztkapacitást, és fel kell gyorsítani a tesztelés folyamatát. Nekünk, európai magyaroknak is jogunk van ahhoz, hogy időben teszteljenek minket, akár igazolt fertőzöttel találkoztunk, akár tüneteink vannak, akár a házi karanténból szeretnénk kiszabadulni. A DK szerint elszomorító, hogy az Orbán kormány egy ennyire egyszerű és előrelátható problémára is képtelen volt felkészülni. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kezét csókolom, viszontlátásra!